Köszöntöm Önöket a mai előadáson, melynek a témája és a feladata alapvetően az, hogy megismerjék a különböző szervezetek helyét a kibervédelem rendszerében. Az előadás elsősorban a magyarországi viszonyokra fog fókuszálni, és elsősorban rendvédelmi vonatkozásban, de emellett természetesen el fogom mondani azt, hogy milyen más szereplők vannak a kibervédelemben, hogyan működik mondjuk egy kibertámadás esetén akár a hazai, akár pedig a nemzetközi együttműködés. Ez azért rendkívül fontos, mert bár nagyon úgy tűnik és nagyon úgy szokták elkönyvelni általában külsősök vagy laikusok ezt az egész kibervédelmi területet, ez egy nagyon mély műszaki feladat, amit alapvetően műszaki oldalon kell megoldani, föl kell installálni még egy tűzfalat, be kell állítani még egy víruskeresőt, elemezni kell valamilyen kártékony kódot, és azzal majd megoldódik a dolog, holott a való életben nagyon sokszor ez nem ilyen egyszerű. Nem ilyen egyszerű, ugyanis az, aki, amikor műszaki védelemről beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos elhárítású, vagy éppen nyomozati munka, de emellett, miután a kibertér ugye nem ismer határokat, tehát nincs olyan, hogy magyar kibertér, nincs olyan, hogy szlovák kibertér, nincs olyan, hogy európai kibertér, hanem egy európai, hanem egy világ szerte alkalmazott, egy egész világra kiterjedő kibertér van, ahol nem tudjuk pontosan, hogy honnan jön az elkövető, és nem is biztos, hogy az, aki áldozatnak érzi magát, vagy támadottnak érzi magát, valójában az a támadott, és nem megy tovább ez az adott támadás. Így roppant fontos az, hogy a nemzetközi kapcsolatok is a helyén legyenek, és pontosan tudjuk, nem mindig tudjuk nagyon pontosan, de az a cél, hogy minél pontosabban tudjuk, hogy pontosan kinek mi a feladata. Amikor a kibervédelemben eljáró szervezetekről beszélünk, akkor szintén különböző szintű szervezetekről beszélhetünk. Beszélhetünk olyanokról, akik koordinálják mondjuk egy országnak a kibervédelmét. Beszélhetünk olyanokról, akik ugye a nemzetközi politikában tudnak eljárni és tudnak valamit elérni az együttműködésekben. Beszélhetünk olyanokról, akik az adott ország, vagy pedig az adott térség joganyagával összefüggésben ugye a nyomozati cselekményt végrehajtják. Beszéltünk olyanokról, akiknek is igazából semmi állami kötődése nincsen, cégek, ugye, akiket érint a kibertámadás, és akiknek szintén vannak valamilyen szervezeti ágazati szövetségei, ahol roppant fontos feladatok történnek meg. A kibervédelemben az elsődleges feladat mindig az információ megosztása. Az információ megosztás. Az információ megosztás viszont egy nagyon fájdalmas dolog. Ugye, amikor kiadunk mondjuk egy támadásról, én egy ország vagyok, én egy közigazgatási szerv vagyok, én egy kritikus információs infrastruktúra vagyok, hogyha kiadom azt az információt, hogy engem megtámadtak, hogy nálam valamiféle informatikai probléma van, azzal fölfedek valamiféle gyengeséget, amivel az én ellenségeim, akik lehet, hogy ma még a barátaim, később vissza tudnak élni. Éppen ezért általában a titkosszolgálati világban, általában a nemzetközi kapcsolatokban és általában a kibervédelemben az információ megosztás a leggyengébb lánca. Az európai közösség egyik legfontosabb célja, hogyha ezt szabályozási oldalról nézem, hogyha ezt EU-s intézmény oldalról nézem, az, hogy ezt az információ megosztást, ha lehető leginkább kiterjessze, legyen meg az a bizalom a különböző szereplők között, hogy egy támadás részleteit fölfedik, és szétosztják az érintett felek között. A tavalyi évben egy nagyon érdekes tapasztalat volt az Egyesült Államokban, az, hogy az amerikai kormányzat viszonyult a Szilícium völgy cégeihez, ahol gyakorlatilag az amerikai kormányzat elmegy Kaliforniába, elmegy San Franciscóba, és gyakorlatilag térden állva könyörög azért, hogy az ottani technológiai cégek legyenek szívesek, működjenek már együtt a kormányzattal. Ugyanis az áldozatok, a támadottak a legtöbb esetben privát cégek, olyan technológiákat támadnak, amiket privát cégek fejlesztettek ki, olyan cégek, olyan személyek találkoznak vele, akik többnyire privát cégeknél dolgoznak, az állam, az állami szervek ugye nagyon kevés információt tudnak megkapni mindebből. Éppen ezért elemi szintű az, hogy csak úgy, mint a kormányzatok között, úgy a kormányzat és a privát szektor között is egyfajta információ megosztás legyen. Magyarországon 2013-ig 50-es számú törvény teremtette meg annak a jogi lehetőségét, hogy valamiféle információ megosztás létrejöjjön a kormányzat, a civil szervek a kormányzaton belül, illetve a 2013-ig 50-es számú törvény volt az, amelyik definiálta, hogy pontosan milyen szervnek milyen feladata van Magyarország kibervédelmében. Ez a jogszabály viszonylag előremutató volt az európai szabályozások sorában, hiszen nem nagyon volt előképe, nem nagyon volt olyan
általános törvényi szintű szabályozás, mely egy adott országban ezeket a kibervédelmi feladatokat ilyen világosan bedefinálta volna. Természetesen van rengeteg előkép, természetesen vannak olyan országok, akik igen fejlett kibervédelmi rendszerrel rendelkeznek, ahol ez az intézményrendszer, ahol ez az információ megosztás, na jó, az információ megosztás nem is, de legalább az intézményrendszer feláll. Hogyha az Egyesült Államokat, Nagy-Britanniát, Németországot, Franciaországot nézem, akkor egy igen fejlett kibervédelmi infrastruktúráról beszélek. Magyarország ugye ebben a körben egy viszonylag új csatlakozó volt, de egyébként Európában Észtország mellett talán a magyar példa a másik, ami egy modellértékű. Modellértékű egyébként az olyan közepes vagy méretű országnak, vagy kisebb méretű országoknak, mint Magyarország 2012-es versenyen Szerbia. A 2015-es számú törvény és annak a módosítása, 2015 évi módosítása a kibervédelem feladatkörének jelentős részét belügyminisztériumi hatáskör alá helyezte. Ez egy érdekes erőcsoportosítás, majd meglátjuk később, hogy nagyjából milyen ajánlások vannak, hogy működik ez a nemzetközi térben, de mindenképpen egy olyan erőkoncentrációt jelent, ami hát legalábbis nem feltétlenül jellemző a környező országok, vagy éppen ugye a tágabb értelemben vett közösség tagjaira. Az Egyesült Államokban például csak a katonaságnál, tehát az ottani katonaságnál gyakorlatilag minden fegyverrendnek van valamilyen kibervédelemmel, támadással foglalkozó egysége. Ugye gyakorlatilag nem csak a belbiztonsági minisztérium foglalkozik kibervédelmi feladatokkal, hanem más szerveknél is vannak ilyen jellegű feladatok. De sokkal jobban széttöredezett feladatrendszerről van szó, ami egyébként a napi problémában, a napi együttműködésben okoz problémákat és okoz ötszenünket, tehát ott is megvan egyfajta cél annak érdekében, hogy minél jobban szetőzzek a kibervédelmet. Miért? Azért, mert a kibervédelem alapvetően az információkról szól. Cél az, hogy azon szervek, akik akár operatív, akár pedig stratégiai értelemben véve kibervédelemmel foglalkoznak, minél jobb, minél pontosabb információhoz jusson. Megjegyzem egyébként, hogy az információ megosztás még egy országon belül, sőt még egy adott minisztériumon belül, egy adott departmenten belül sem feltétlenül triviális. Szokták mondani ugye, hogy a 2001. szeptember 11-i terrortámadás azért következhetett be, mert az amerikai hírszerzők közösségen belül az információ áramlás nem volt tökéletes. Gyakorlatilag, amit az egyik szolgálat tudott, nem osztotta meg a másikkal, így nem tudták megfelelően kielemezni az adott helyzetet. Ugyanez igaz, gyakorlatilag mindenkire, aki titkokkal foglalkozik, nagyon nehezen megy egy adott esetben szervezeten belül is az információ. A magyar szabályozás az, hogy gyakorlatilag mindenki a belügyminisztérium alatt tartozik, titkosszolgálatoktól kezdve rendőrségen át certekig, megadja a lehetőséget arra, hogy ez az információ áramlás sokkal gördülékenyebb legyen, dacára annak, hogy természetesen miután itt is titkos információkról van, itt sem garantált az, hogy az egyik szervezetből az információ el fog érkezni a másik szervezetben. Említettem ugye a titkosítást. Az információnak ezen a területen van még egy különös nehezítő tényezője, ez pedig a titkosság, a minősítés, a minősített információ. A összeurópai, vagy a NATO-n belüli, vagy adott esetben egy országon belüli információvédelem, kibervédelem egyik legnagyobb buktatója az, hogy számos információ minősített. Az, amikor ha nem megy egy honlap, akkor azt látom, hogy nem látom a honlapot. De az információ, hogy adott esetben egy kisebb hacker csoport, hacktivista csoport valami támadásra készül, valaki ellen, akiről tudjuk, hogy Üzbegisztánban van, ez az információ nem biztos, hogy el fog jutni, hiszen ez egy személyes kapcsolatból eredő, egy fülesből eredő információ, ami minősített. Ennek a forrását nem szabad föltenni. Nagyon nem szabad föltenni. Vagy éppen az az információ, hogy most tulajdonképpen egy kártékony kódot találtunk a belső hálózatunkon, ami éppen Oroszország felé kémkedik és információt szolgáltat. Ezt az információt nem biztos, hogy meg kell osztanom bárkivel, hiszen az a lyuk, amin keresztül releváns információ is kimehet, azon keresztül fals információ is kimehet. Tehát lehet, hogy jobb időnként úgy tenni, mint hogyha nem tudnánk erről az egészről. A minősítés, az információ ilyen jellegű titkosítása, és így a megoszthatatlansága, tehát egy komoly nehezítő tényező a kibervédelem területén.
Ugye abban indultunk ki, hogy egy kibertámadás tipikusan egy magánkézben levő szervezet, magán cégek által fejlesztett rendszerei, magán cégek által üzemeltetett infrastruktúrájában fog megtörténni. Privát, nem kaphatnak ezek az emberek titkos információt, minősített információt. Minősített információt kizárólag az kaphat, akinek jogosultsága van betekinteni a minősített információba. Innentől kezdve, hogyha én tudom, hogy holnap az adott erőmű le fog ülni, mert megtámadják, de ez az információ minősített, nem tehetem meg azt, hogy elballagok és megmondom az adott üzemeltetőnek, hogy hello, kedves üzemeltető, föl kéne készülni majd egy DDoS támadásra. Ezt így lehet, hogy utalhatok, lehet, hogy te lehet, de nem mondhatom el exakt ezt az információt, az üzemminősítés van rajta. Persze, aztán mérlegelhetek, hogy ezt hogyan oldom föl, de alapvetően ezek komoly problémák jelent. Nem mondhatunk el minősített információt. Kibervédelmi stratégiákkal folytatjuk. Ugye a kibervédelmi stratégiák feladata általában meghatározni azt, hogy egy országban a kibervédelmi feladatkörök, célok, irányok, ezek hogyan épüljenek föl, mi az adott országnak a célja egyáltalán a kibervédelemmel. A célok is nagyon-nagyon fontosak. Ugye nagyon fontos azt ledefinálni, hogy nekem, mint ország, mik azok a prioritások, amikkel valamit kezdeni szeretnék. Hogyha vegyük Németország példáját. Németország gazdaságának jelentős részét, ugye, a gyártókapacitások, a gyárak adják. Németország egy gyártó nagyhatalom. Innentől kezdve az ő stratégia érdeke az, hogy az ő iparát megvédje, kibertámadásoktól is megvédje. Míg mondjuk egy másik ország, aki tipikusan szolgáltatásokból él, gondoljanak bárkire, náluk ugye az a fontos, hogy működjön az internet, mert a szolgáltatásnak az alap lételeme az, hogy megvédjenek a nemzetközi kommunikációs csatornák. Ott oda kell csoportosítani védelmet. Magyarországon például vetették a kiberbiztonsági stratégiába a gyermekvédelmet, a gyermekek online védelmét. Ez egyáltalán nem tipikus más országok esetében, ez nem stratégiai probléma. Nálunk valami miatt ez. Egyébként látszódik az, hogy milyen jó irányba ment maga a stratégia, hiszen például az Egyesült Államokban is ez egy nagyon visszatérő, nagyon komoly probléma. Tehát mi egészen másokat tettünk be a stratégiában, mint mások. Viszont ezeknek a stratégiáknak van valami bázisa, van valami forrása, ami egyfajta mankódodarra vonatkozó, hogy mivel kell foglalkozni. A kibervédelmi stratégiákra három szervezet, az ITU, a Nemzetközi Távközlési Unió, a NATO és az ENISA, az Európai Hálózat és Információbiztonsági Ügynökség is adott ki ajánlásokat, úgyhogy ebből fogunk egy kicsit szemezgetni. Rengeteg hasonló, rengeteg átfedő területet fognak látni ezekben az anyagokban. Kezdjük az ITU-val, ez a legrégebbi. 2011-ben bocsájtották, vagy publikálta az ITU, hogy mivel kéne föltölteni egy nemzeti kiberbiztonsági stratégiát. Itt a következő feladatok vannak meghatározva. Az első és legfontosabb feladat a legmagasabb kormányzati szintű kiberbiztonsági felelősség meghatározása. Mit jelent ez? Egy terület akkor tud működni, hogyha van felelőse. Ennek a felelősségnek, általában az információbiztonságra igaz, úgymond a menedzsment felelősségnek kell lennie, tehát nagyon magas szintű felelőst kell kijelölni annak érdekében, hogy valójában ez a terület működjön. Miért? Itt ugye arról beszélünk, hogy több minisztérium, több kormányzati szervezet, több külső szereplő, ipari szereplő együttműködését kell biztosítani a sikeres kibervédelem érdekében, ez pedig nem tud úgy működni, hogyha megfelelően magas szintű delegáltja nincsen a feladatnak. Nemzeti kiberbiztonsági koordinátor kinevezése. Ugye van egy politikai felelősség, és van egy, mondjuk, hogy egy operatív felelősség. A politikai felelősség ugye a magas kormányzati szinten van. Az operatív felelősség, tehát, hogy ezek a szervezetek egyébként kommunikáljanak egymással, egyébként meglegyen a napi szintű információcsere, ez ugye egy koordinációs feladat, mondjuk úgy, hogy egy projektmenedzsment feladat. Az ő feladata alapvetően az, hogy egy adott téma mentén, egy adott incidens mentén azok az emberek, azok a szervezetek, azon szervezetek képviselői, akiket az érint, levijenek és beszéljenek egymással. De információ megosztás. Nemzeti kiberbiztonsági tanács létrehozása a következő feladat. Miért?
Mert ugye az operatív szint az nem csak azt jelenti, hogy nekem reagálnom kell, tehát nem csak a kibervédelem, nem csak egy reaktív feladat, hanem ugye egy prediktív feladat is. Jósolnom kell, elő kell készülnöm arra, hogy mi fog történni, jogszabályokat kell hoznom, forrásokat kell hozzárendelnem, utánpótlást kell adott esetben fölépítenem annak érdekében, hogy a kibervédelem rendszere szakértőkkel feltölthető legyen. Következő feladat, jogszabályalkotás. Itt Magyarországon információbiztonsággal, vagy éppen divatos nevű kibervédelemmel foglalkozó jogszabályok gyakorlatilag, hát ha kicsit pessimista vagyok, akkor 1992-93 óta vannak, hogyha kicsit optimistában fogalmazok, hogy gyakorlatilag a 80-as évek eleje óta van olyan jogszabály, ami részben, vagy éppen egészében a számítógépes biztonsággal foglalkozik. Ezek viszont mind-mind nagyon alacsony szintű jogszabályok voltak. Rendelet szinten, főleg rendelet szinten mozogtak, ajánlás szinten mozogtak, ennek megfelelően ezek hatékonysága roppant csekély volt. Gyakorlatilag a közigazgatás, függetlenül attól, hogy most magyar közigazgatásról, vagy éppen más országok közigazgatásáról beszélünk, nem mozog hatékonyan, hogyha nincsen kellően magas szinten meghatározó a feladat. Úgyhogy, ha nem is alaptörvénybe kell foglalni a kiberbiztonságot, de legalábbis a törvényi szintű szabályozás elengedhetetlenül fontos. Viszont a törvénynek ugye van egy olyan sajátossága, hogy kellően általános. A törvény az igazából irányelveket fogalmaz meg, abból a gyakorlat nehezen fog majd összeállni. Éppen ezért a törvény jellemzően kormányhatározatok, vagy éppen akár miniszteri rendeletekig lemenően egy egész jogszabály halmaz szabályozza. Ezért mondjuk úgy, hogy a 2013-50-es számú törvény, az információbiztonsági törvény, röviden IBTV, az gyakorlatilag áll magából a törvényből, az IBTV-ből és annak összecsatolt hozadékával, határozatokkal, miniszteri rendeletekkel, vagy éppen akár belső utasításokkal bezárulva. Tehát ez egy nagy jogszabály halmaz, ami Magyarországon is most már igen kiterjedt, gyakorlatilag, hát most már tucatnyi, sőt, szerintem van már lassan 2 tucatnyi jogszabály, ami szorosan vagy éppen lazábban, de kapcsolódik az információbiztonsági törvényhez. Plusz, ezen a területen vannak még ugye a csatolt jogszabályok is. A csatolt jogszabály azt jelenti, hogy például az e-közigazgatás, az etikus közigazgatás területén meghivatkozzák ugye az információbiztonsági törvény, tehát nem csak direkt kibervédelemről szóló jogszabály halmazról van szó, hanem hogyha mondjuk a magyar közigazgatás létre szeretném hozni egy új elektronikus közigazgatási rendszer, akkor ezek fejlesztőire, üzemeltetőire is az IBT-nek keresztül kerülnek ki feladatok. Nemzeti kiberbiztonsági keretrendszer kidolgozása. Kiberbiztonsági keretrendszer tartalmazza a jogszabályi rendszert, tartalmazza a szervezeti rendszert. Ez az a keret, amin belül ugye tudunk ebből haladni. Érdemes elolvasni az amerikaiaknak, a NIST-nek, a National Institute of Standards and Technology-nak, a szabályozó testületnek a Cyber Defense Framework-jét. Ez egy tipikus keretrendszer, tipikusan jól mutatja meg azt, hogy mi az amerikai szövetségi kormányzat ajánlása a szövetségi intézmények részére, hogy hogyan kell a kibervédelmet fölépíteni. A Computer Incident Response Team-ek, a CERT-ek, CIRT-ek, CISZÖRT-ök felállítása, tehát az operatív műszaki védelemnek a kidolgozása. A CERT, ugye az CERT, CISZÖRT, vagy éppen CIRT, az a szervezet, akinek a feladata a támadásokra az első műszaki reagálás. Na, itt álljunk egy pillanatra. A CERT képessége az odáig terjed, hogyha egy intézmény, akivel a CERT kapcsolatban áll, incidenst érzékel, akkor azt jelenteti a CERT-nek, a CERT segíthet az adott incidens kivizsgálásában, illetve, mint egyfajta agregáló szervezet, összesíti ezen bejelentéseket, és ebből próbál valamiféle trendeket felállítani, adott esetben későbbi támadásokat előrevetíteni. De a CERT-nek nem feladata, nem feltétlenül feladata minden esetben a támadások elhárítása, hiszen ugye egy olyan CERT, aki a közigazgatási hálózatért felel,
nem felelhet mondjuk a kritikus információs infrastruktúrákért, egy energiaszolgáltatóért, tehát ott nem kötelessége az elhárítást elvégezni. Magyarországon ugye az egész közigazgatási hálózat védelme, a CERT-nek a feladata, de miután komplex támadásokról is beszélhetünk adott esetben, éppen ezért a jogszabályi lehetősége korlátolt, erősen korlátolt. A CERT nem nyomozó hatóság. A CERT-nek bizonyítékai vannak, bizonyítékokat tárolhat, amit a megfelelő jogosultsággal rendelkező CERT rendőrség számára kiadhat. A CERT nem katonai szervezet. A CERT nem fog visszatámadni. Soha. A CERT egy olyan intézmény, akinek a feladata az információ begyűjtése, a műszaki értelemben vett információ begyűjtése, adott körben, viszonylag szűk körben a teljes kibertérhez képest ezekre való reagálás, és az információ megosztása nemzetközi térben. Tehát a CERT szerepe nemzetközileg roppant fontos. Kiberbiztonsági tudatosság és oktatás megszervezése. Jegyezzük meg, szögezzük le, a sikeres támadások 75%-a gyakorlatilag emberen keresztül jön, valami emberi hibát kihasználva. Mondanám, hogy 100%-et is, mert alapvetően a számítógép nem szokott hibázni, a számítógép azt csinálja, amit az ember mond neki. 75% emberi beavatkozás alatt azt értjük, hogy valaki rákattint egy linkre, amire nem kéne, valaki letölt egy fájlt, amit nem kéne, valaki előrenged egy másik embert, akit nem kéne, valaki bedug egy pendrive-ot a számítógépbe, amit nem kéne. Tehát ez a direkt emberi beavatkozás. Ha végignézzük a sikeres és igazán mély kibertámadás kronológiáját, akkor a legtöbb esetben ez így kezdődik, valamiféle emberi hiba útján kerül be az a bizonyos kártékonyból támadó kód az infrastruktúrába, amin keresztül a hatás kiterjed. A maradék 25% jellemzően valami szoftverhibából ered, rosszul megírt szoftverek, nem kell közvetlen direkt emberi beavatkozás, de mégiscsak a szoftvereket is emberek írják, tehát azért mondom, hogy gyakorlatilag 100% emberik van. Éppen ezért nagyon fontos, hogy legyen egyfajta tudatossági oktatás, tudatossági képzés a lehető legszélesebb területen, kezdve a gyerekekkel, a digitális gyermekvédelem például ezért is szerepel a magyar kibervédelmi stratégiában, hogy azok a gyerekek, akik gyakorlatilag néhány hónaposan már ott a kezükben a tablet és az okostelefon, tudják azt, hogy milyen veszélyek vannak, mi az elvárható viselkedés az interneten. Ezt egészen odáig fölfűzve, hogy nyilván azok, akik mondjuk itt az egyetemen tanulnak és a közigazgatásban fognak dolgozni, kerüljék el a csapdákat, olyan mélységre lemenve, hogy egyébként meg kell oldani a kibervédelemhez szükséges nagyon mély műszaki, vagy éppen diplomáciai oktatást. Legyenek olyan szakértők, akik a kiberbiztonság bizonyos területein mély szakértőkként tudnak funkcionálni, és ezzel tudják ugye segíteni Magyarország kibervédelmét. Köz- és magánegyüttműködés a kiberbiztonság területén. Sokat beszéltünk már róla, ugye a privát cégek adjanak információt és kapjanak információt. Elengedhetetlenül fontos. Ha a bankrendszerben valamilyen támadás történik, aminek hatása van a nemzetközi bankéletre, az nem kormányzati feladat, vagy nem elsődlegesen kormányzati feladat. Ez a pénzügyi rendszer szereplőinek, tipikusan magáncégeknek kell egymás között elsősorban megoldania. Természetesen van szabályozói felelősség, természetesen van kormányzati beavatkozás, de tipikusan ez elsősorban magáncégek közötti együttműködés feltétele. Humán képességek fejlesztése a kiberbiztonság területén, igazából ez a mély műszaki terület. És a nemzetközi együttműködés. Ugye a CERT nemzetközi szerepéről, CERT-ek nemzetközi szerepéről már ejtettem szót, de ugye a nemzetközi együttműködés az Európai Unión belül, a NATO-n belül, bilaterális kapcsolatokban is roppant fontos. Na, hát ez volt az ITU-é, nézzük meg az ENISZÁ-t. Ki az ENISZÁ, először is tisztázzuk ennek az intézménynek a szerepét és feladatát. Az ENISZA az Európai Unió Hálózati és Információbiztonsági Ügynökség. Az ENISZA célja és feladata az Európai Unión belüli kiberbiztonsággal foglalkozó tevékenységek összehangolása, ajánlások kiadása. Tehát ő nem CERT, nem műszaki jellegű feladatot lát el, ő gyakorlatilag az EU-nak az a szakügynöksége, aki ezek a témáért felelős. Nagyon érdekes, hogy amikor az ENISZA-t létrehozták 2003-ban, hogyha jól emlékszem, akkor gyakorlatilag egy olyan ügynökségről volt szó, aki senkinek nem kellett. Így kötött ki Krétán Görögországban, mert Görögországban, meg különösen Krétán még nem volt semmi.
És gyakorlatilag nem igazán volt ember, aki szeretett volna elmenni oda dolgozni. Tehát a világ végén levő ügynökségről van szó, aminek gyakorlatilag ugye az észtországi támadással 2007-től kezdve folyamatában 2011 Stuxnet és társaival hihetetlenül megemelkedett az elző, és elköltözhetett Athénba, de még mindig Görögországban van a székhelyettől függetlenül. Gyakorlatilag mára az Európai Unió, hát ha nem is a legfontosabb, de egyik legfontosabb ügynökségének minősül. Tehát, ha az európai térben történik valami olyan támadás, ami össze-európai együttműködést igényel, akkor ennek az ENISA letéteményese hozzájuk tartozik a politikai, szakpolitikai szintű koordináció. Az ENISA is kibocsátott egy kiber stratégiával foglalkozó ajánlást. Nézzük végig, hogy miben fér el ez a ITU ajánlásától. Először is a vízió, hatókör, célok és prioritások meghatározása. Amiről már beszéltem, mi tulajdonképpen az ország célja. Kibervédelmet akarunk, ez általában egy viszonylag nehezen megfogható cél. Nagyon fontos, hogy a prioritások egyértelműek legyenek. Nagyon-nagyon fontos. Miért? Mert a prioritások mentén tudom a forrásokat oda rendelni. Magyarországon a kiberbűnözés, tehát a klasszikus meghekkelnek, bankkártyacsalások vannak, pedofil tartalmakat készítenek, töltenek föl, ez mondjuk más európai országokhoz képest elenyésző. De törekszünk arra, hogy elérjük az európai átlagot. Tehát egyszerűen ez mondjuk nem annyira divatos. Ennek megfelelően ugye pont erre a területben egy sokkal kisebb hangsúlyt fektet jelenleg a magyar kormányzat, illetve ugye a rendvédelem. Viszont föl kell mérni, ugye a stratégiában fölmérték ezt, és máshol tették a prioritásokat. Mi történik akkor, hogyha mondjuk megváltozik a környezet, és erre nagyobb prioritást kell adni? Újra kell gondolni a stratégiát. Ugye a mi stratégiánk 2013 elejéről számozik, tehát 3 éves. A stratégiákat hány évre szoktuk általában meghatározni? 3-5 évre. Tehát nagyjából ugye a 2 év múlva azért esedékes lesz ennek a felülvizsgálata. És az elmúlt évek történéseit tekintve, például a kritikus információs infrastruktúrák, különösen az energiaszolgáltatás kitettségét érzékelve, lehet azt mondani, hogy egészen biztos, hogy máshova kerülnek majd a stratégiai hangsúlyok ahhoz képest, mint ahol most vannak. De ez így van jól. A vízió viszont az, ami nagyon-nagyon ritkán szokott változni, tehát a vízió az, hogy egyébként egy biztonságos kiberteret szeretnénk létrehozni, ezek nem nagyon szoktak változni. Nagyon érdekes amúgy, hogy az egyes országok a saját víziójukat hogyan állítják össze. Az Egyesült Államokban például kiemelt szerepet kap a kibervédelmi stratégia víziójában az, hogy az amerikai gazdasági érdekeket kell, hogy szolgálja többek között a kibervédelem. Nagyon fontos, hiszen az amerikai vállalatok irgalmatlanul kitettek az informatikai rendszerek. Következő pont a nemzeti kockázatfelmérési szempontrendszer követése. Ugye, hogyha van egy víziónk, van egy adókörünk, van célok, prioritások meg vannak határozva, ezek honnan jönnek? Az információ biztonságban ugye mindig kockázatokra reagálunk. Nem akarunk 100%-os biztonságot elérni. Nem is tudunk 100%-os biztonságot elérni. A védelmi rendszerünket azt szerint építjük ki, hogy a kockázati tér, a kockázati környezet, amiben élünk, az milyen. És ennek megfelelően csoportosítjuk a forrásainkat és a lehetőségeinket. Ahhoz, hogy mondjuk 2 év múlva, 2-3 év múlva jó stratégiai felülvizsgálatot tudjunk tenni, ahhoz szükség van arra, hogy folyamatosan monitorozzuk azt, hogy hogyan néz ki a kockázati terünk. Jönnek-e új fenyegetések? Jelent-e például új fenyegetés nekünk az, hogy van egy terrorista mozgolódása a közösségi hálózatokban? Jelent-e ez Magyarország számára valami olyat, amivel stratégiailag kéne újra gondolni a kibervédelem rendszerét? Valószínűleg egyébként Magyarország esetében pont nem jelent. De a már említett kiberbűnözés, a bankkártyacsalások, a gyermekpornográfia, ezek például jelentettek egy olyan eltolódást, olyan új kockázatot, vagy éppen növekvő kockázatot, ami miatt a stratégiához hozzá kell nyúlni. A létező jogszabályok, szabályozások és képességek számbavétele. Nagyon fontos, hogy a kibervédelem az nem a nulláról indul. Minden országban, ismétlen minden országban van valamiféle alapja annak, amit kibervédelemnek nevezünk. Ezek összehangolása egy nagyon kemény feladat, hiszen ugye nagyon sokszor fragmentált, töredezett, szétszórt jogszabályokból kell valami egységeset létrehozni.
és ez a témával foglalkozó jogászoknak az egy komoly kihívás. Tiszta irányítási struktúra fölállítása. Ha krízis van, akkor csak egy parancsnok lehet, ugye, aki rendvédelemből, honvédelemből jött, az pontosan tudja, hogy mennyire működik, hogyan kell működnie a parancsirányításnak, a parancs szerint irányításnak. A tiszta irányítási struktúra azt jelzi, hogy pontosan megvan határozva mindenkinek a feladata olyannyira, hogy ez begyakoroltan működik, tehát krízishelyzetben gyorsan tudnak reagálni az érintett szerepek az adott krízisre. Fontos szereplők azonosítása és bevonása. A fontos szereplők itt ugye nem csak a közigazgatáson belüli szereplőket jelentik, hanem azon piaci szereplőket, vagy éppen magánszemélyeket, akiknek a részvétele ebben a struktúrában fontos lehet. A információ megosztásról sok tekintetben beszéltünk már, de ne felejtsük el ugye a köztájékozom, a közvélemény tájékoztatását. A közvélemény tájékoztatása elengedhetetlenül fontos. Hogyha van valami krízis helyzet, nézzék meg adott esetben ugye a tegnapi belgiumi eseményeket. Ott is, annak ellenére, hogy még a nyomozati munka folyamatosan zajlott, a közvélemény folyamatosan kíváncsi volt arra, hogy mi történik, így a krízisközpont is Twitter üzeneteken keresztül legalábbis szülten, de valamilyen tájékoztatást adott. Ugyanez a, lenne a helyzet, hogyha hirtelen elmenne az internet és elérhetetlen lenne minden. Ekkor is szükség lenne valamiféle tömegtájékoztatásra. És a tömegtájékoztatás, ez ugye nem csak a hivatalos szervek felüli kommunikációt jelenti, hanem adott esetben ugye véleményformálók megkérdezését, szakértők bevonását. Tehát nagyon fontos, hogy ez nem egy titkos terület, amiről senki nem tudhat. Nagyon fontos, hogy itt legyen meg egy jól működő kapcsolatrendszer mindazon szereplők között, akik valamilyen szinten hozzá tudnak járulni a kibervédelmi intézményének, felállításához. Kiberbiztonságot számba vevő folytonossági tervek kidolgozása, ez már ugye egyen mélyebbi struktúra, hát gyakorlatilag a Cyber 912 is valamiféle ebbe az irányba mutató, úgynevezett TTX, Table Top Exercise, tehát asztal fölötti gyakorlatot jelent, aminek tulajdonképpen az a célja, hogy van valamiféle töredezett információ, ami valamilyen hatással van rám, mi jöhet még, egy cél van mögötte mindig. Az üzletmenet folyamatom, üzletmenet folytonosságomat, az üzletmenetet, közigazgatási üzletmenet adott esetben föl kell tartani. Nem bírom eleget hangsúlyozni, iszonyatosan függünk az informatikától, a számítógéptől és az internettől. Ha hirtelen itt valaki lekapcsolná az internet kapcsolót, és elmenne az internet, iszonyatos gazdasági károk keletkeznének az országnak. Egyiptom ugye az arab tavasz környékén megpróbálta ezt a lekapcsolom a nemzetközi internet című dolgot. Az OECD szerint az alatt a 2-3 nap alatt nagyjából 5 milliárd dollárnyi kárt szenvedett el. Például azzal, hogy a nemzetközi bankrendszer nem működött. Hiszen, ugye informatika. Vagy amikor az orosz-grúz konfliktus volt 2008-ban, és hirtelen megszűnt ugye Oroszország felé az átjárhatósága a grúz internetforgalomnak. Márpedig ugye a sávszélességű internet kapcsolat az arra, mert iszonyatos károkat okozott Grúziában, pedig az még csak 2008-ban. Szóval, egy ország internetes forgalmának, informatikájának blokkolása gyakorlatilag ma felmérhetetlen károk jelent. Ezzel pedig számolnia kell mindenkinek, aki a stratégiai védelemmel foglalkozik. Kibervédelmi gyakorlatok megszervezése. Ahhoz, hogy a folytonossági eljárások, folytonossági tervek jól működjenek, ehhez időnként le kell ültetni az embereket egy asztal mellé, adott esetben szimulált környezetben le kell kapcsolni az internetet, és megnézni, mi történik. Itt a két héttel ezelőtti kibervédelmi gyakorlat, amit volt az egyetemen, nagyon szépen megmutatta, hogy milyen meglepetések tudnak kijönni egy ilyen gyakorlaton, illetve a Cyber 912 is meg fogja tudni mutatni, hogy milyen érdekességek tudnak kijönni egy ilyen gyakorlatból. Minél többen vesznek ebben részt, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy sikeresen tudunk kezelni egy kiberbiztonsági problémát. Alapvető biztonsági követelmények meghatározása. Kicsit vissza a szabályozáshoz. Ugye, mint említettem, a törvény ez egy magas szintű keretet ad annak, hogy mit kell megvalósítani egy szervezetnek a saját informatikában, infrastruktúrájában. Viszont ezeket oda kell fordítani, hát informatikára. Hogy állítsam be a Windowsomat, hogy állítsam be a Linuxomat, hogy állítsam be a tűzfalamat,
milyen biztonsági szabályozást kell létrehozni, milyen fizikai védelem kell a szerverteremhez, és a többi, és a többi. Ez a klasszikus információbiztonsági ajánlási rendszer, ami mit teremt? Egyfajta baseline-t, egyfajta alapot teremt, hogy hogy is kéne egy szervezetnek fölépíteni a saját védelmi rendszerét, annak érdekében, hogy ne ő legyen az a gyenge láncszem, amin keresztül az egész országot veszélyeztetik adott esetben. Nagyon fontos, hogyha van egy egyensúlyozott védelme a magyar közigazgatásnak, a magyar kritikus információs infrastruktúráknak, akkor egy annál nehezebb lesz ugye fogást találni, támadást végezvinni országos szinten, persze a lokális problémákat is függetlenül lehet. Tehát nagyon fontos, hogy ezek az alapvető biztonsági követelmények mindenki számára ismertek és kikényszerítettek legyenek. Incidens jelentési eljárások kidolgozása. Rendben, történik nálam valami szervezetemnél. Hogyan jelentsem ezt? Kinek jelentsem ezt? Jelentem, mert jelentenem kell, ugye a jelenlegi magyar szabályozás szerint is, illetve hogy a Network and Information Security Directive, ami éppen elfogadás alatt az Európai Unióban, szintén kötelezővé teszi egy bizonyos körnek, hogy ezeket az incidenseket jelentsék a megfelelő helyre. A megfelelő hely adott esetben a CERT-et jelenti, ugye? Tehát a CERT az, aki ezeket a bejelentéseket fogadja. Úgyhogy, ha valami történik, akkor függetlenül attól, hogy mondjuk a CERT nem feltétlenül felügyeli az én területemet, azzal rosszat nem teszek, hogyha fölemelem a telefont, vagy írok egy e-mailt az adott ország CERT-jének. CERT egyébként szinte minden országban van, tehát mindig van hova fordulni. Ennek viszont ugye már csak az is, hogy kezelhetőek legyenek az incidens bejelentések, valamilyen szabványos struktúrában kell megtörténnie. Állampolgári tudatosság emelése, szintén beszéltem már róla, ugye kisgyermekkortól egészen a dolgozói speciális oktatásokig bezárólag sok mindent kell ide érteni. Kutatásfejlesztés támogatása. Az információbiztonság az már csak olyan, hogy a szoftver az amerikai, a hardware az kínai, a biztonság az meg izraeli. Úgyhogy gondoljuk végig, hogy mennyire bízunk meg ezekben az országokban. Az amerikaiak nem engednek be mondjuk kínai hardware eszközöket a saját hálózatukba, majd a kormányzati védett hálózatba, mert a jó Isten tudja, hogy mi történik, mint ahogy éppen Oroszország sem feltétlenül próbál megengedni amerikai vagy éppen EU szoftvereket a saját kormányzatába, mert csak. Szóval végig kell gondolni, hogy mennyire tesszük kitett, mennyire akarjuk kitettnek tenni saját magunkat más országok partnereinek, szoftvereinek, biztonsági megoldásainak, és mennyire szeretnénk saját erőforrásokat használni adott esetben a kibervédelem fejlesztésére. A kibervédelemben az a jó, hogy még mindig olcsóbb, mint hogyha haditechnikát fejlesztenénk, de ez nem azt jelenti, hogy korán sem jelentő azt, hogy egyébként pedig olcsóbb lenne. Úgyhogy minden ország most saját döntése, hogy mennyit investál ez a területre. Szakértői oktatások, tréningek indítása, beszéltünk róla. Incidens kezelési képességek kialakítása, a CERT fejlesztést jelenti. Kiberbűnözés visszaszorítása. Ugye a kiberbűnözés kéz a kézben jár a kibertámadással, hogyha ugye egy ilyen ország vezetése úgy gondolja, hogy támadást kell indítani valaki ellen, ezt nyilván proxikon keresztül teszi meg, proxy támadókon keresztül, mit jelent ez? Én oda fogok balladni az adott ország valami hektivista csoportjához, és nyilván nem direktben, de legalábbis rávezető magatartással ráveszem arra, hogy hát azokat a célpontokat úgy meg kéne támadni. Az adott hektivista csoport feltehetőleg valami kiberbűnöző csoporttól fog majd erőforrásokat igénybe venni arra, hogy az adott DDoS-t, az adott támadást, az adott elrejtést, anonimizálást végre tudják hajtani. Tehát, ha a kiberbűnözést visszaszorítom, akkor alapvetően a fegyvertárat veszem el, vagy legalábbis csökkentem a kibertámadások előtt. Amit láttunk most Belgiumban, ugye ott is gyakorlatilag a terrorista csoport ráépül a szervezetbűnözői csoportok erőforrásai és szolgáltatásai. Ugyanez igaz a kibertérben is. A terrorista, a nation sponsor, stb. Csoportok ráépülnek a kiberbűnözés eszköztárára, a kiberbűnözés által biztosított erőforrásokra. Hogyha ezeknek minél sikeresebben alávágunk, úgy gyakorlatilag lehet csökkenteni ez a követelés valószínűségét. Részvétel a nemzetközi kapcsolatokban. A legtöbb információ az a konferenciákon, a kávészünetben, a folyosón hangzik el. Ugyanez igaz a diplomáciai testületek működésére is.
a diplomáciai testületekben, a nemzetközi szervezetekben azért érdemes részt venni, mert a férfi WC-ben a piszovár mellett sokkal több információt lehet megtudni, mint két napnyi előadás közben. Így kell nekem tapasztalatból. Úgyhogy a nemzetközi kapcsolatokban való részvétel igenis illik megfinanszírozni. Illik delegálni, illik ezeket kézben tartani. Tudomásul kell venni, hogy Európában úgyis a németek fogják megmondani a végén, hogy mi legyen. Ezen a területen is így van, bár időnként az angolok is beleszólnak. De ettől függetlenül, ha alakítani nem is feltétlenül tudjuk a dolgok folyását, dehogy nem egyébként, valamennyire lehet, de legalábbis nagyon-nagyon jó információkhoz lehet hozzájutni. Újra, információ megosztás. Közös magánegyüttműködés kialakítása, beszéltünk róla. Biztonság és az adatvédelem közötti összhang kialakítása. A biztonság nem mehet mindenek felett, nem mehet mindenek a rovására. Meg kell találni az összhangot és az egyensúlyt a biztonság és az alapvető jogaink között. Nagyon remek megfigyelő rendszereket lehet építeni. Nem tudom, mennyire ismertetek előtt az Apple és az FBI közötti jelenlegi jogvita, ahol ugye az FBI arra próbál az Apple-t rávenni, hogy a San Bernardino-i merénylőnek az iPhone-ját ugye dekódolják, hogy ahhoz hozzájussanak, azokhoz az információkhoz hozzájussanak. Ez, hogyha egy ilyen eszköz, egy ilyen mesterkulcs lenne mondjuk az iPhone-okhoz, ez a rendvédelmet jelentősen megkönnyíteni, hiszen gyakorlatilag nem lenne titok ezeken az eszközökön. Zárójel szintén brüsszeli események használnak a támadó buta telefonokat és eldobható szimkártyákat, tehát nem mindenek fölött egy a dolog. De minden esetre ugye a rendvédelem kapna egy eszközt és egy lehetőséget, amivel ne féljünk ilyenének is. De ez gyakorlatilag az alapvető jogaink rovására is mehetne, ami gyakorlatilag, mint az államnak alapvetően mindig az az érdeke, hogy a mi magánszféránkat, a mi alapvető jogainkat szűkítse, egész biztos, hogy élnének is vele. Az egész Snowden szivárogtatás, amellett, hogy rosszabb tett a hírszerző közösségeknek, behozta az amerikai köztudatba azt a bizonyos P betű szót, a privacy-t, ami a US English szótárból hiányzott eddig. Elkezdtek az amerikai is foglalkozni a személyes adatok védelmével. Nagyon fontos rá megtalálni a balanszt, és nekünk ebben van egy európai felfogásunk, mi egyelőre sokkal kevesebbet engedünk el a saját személyes adataink, a személyes adatvédelemben, a személyes jogainkból, mint amit mondjuk az amerikai társadalom, vagy pláne mondjuk egy kínai megenged magát. A személyes adataink mellett ugye még az üzleti titkok, a szervezeti érdekek is kiemelten fontosak abban, hogy ezeket a titkokat megtartsuk. Ugye a privát és az állami szféra közötti információ megosztásnak az egyik komoly hátránya az, hogy miután erre specializált szervek próbálnak a kapcsolatot tartani mondjuk az üzleti életben érdekelt cégekkel, így nagyon nagy befolyása lehet adott esetben az állami érdekeknek a cégek szoftvergyártók adott esetben működésére. Kína esetét tudnám előhozni, ugye Kínában gyakorlatilag aki Kínában szeretne informatikát szolgáltatni, együttműködési kötelezettsége van a kínai hatóságokkal. Az együttműködési kötelezettség például a Google esetében olyan szintig ment el, olyan adatokat kellett volna kiadni, hogy hát ez komolyan kérdésessé tette, hogy a Google vajon mennyire tud részt venni a kínai internet szolgáltatásban, mennyire nem, tehát alapvető érdekeket veszélyeztetett. Magyarul balanszban kell tartani, egyensúlyban kell tartani az információ biztonságot és az adatoknak a védelmét. A kibervédelem rendszernek az értékelése a következő feladat. A kibervédelem rendszernek az értékelése ugye azért fontos, mert ha nem tudjuk, hogy hogy működünk, hogyha abban a hitben élünk, hogy minden jó, minden tökéletes, akkor érhetnek kellemetlen meglepetések. Kicsit visszamenve a második ponthoz, a nemzeti kockázatfelmérési szempontrendszer követésére, gyakorlatilag ez a kettő kéz a kézben jár, ezek segítenek hozzá a kibervédelem értékeléséhez. És végül, ahogy említettük, a Nemzeti Kibervédelmi Stratégia finom hangolása, ugye ez a bizony 5 éves ciklus. NATO, ugye egy kicsit a katonai irányra kanyarodjunk rá. Mit mond a NATO? Hogyan kell kinézni egy katonai értelemben a kiberbiztonsági stratégiának? Első pont, minden ország más, ezért egyéni kibervédelmi stratégiát kell kidolgozni. Ugye a célok, prioritások. Sosem támadunk. De az alapvető katonai szabály, mi védekezünk. De nem lehet írni azt, hogy mi támadási képességeket fejlesztünk, az csak az amerikai kirakják. Ettől függetlenül
lehet, hogy érdemes megfontolni bizonyos esetekben, hogy mégiscsak legyen valamiféle támadási kapacitás. Örök vita. De alapvető no fight back. Nem lövünk vissza. Ha mégis vissza kéne lőni, akkor ott van az a kiber, az a hektivista csoport, akire már ráfogjuk az egészet. De én mosom kezeimet, nekem semmi közöm nincsen hozzá. A stratégia csatlakozva a más nemzetek stratégiájához és nemzetközi szervezetek ajánlásaihoz. Nagyon egyszerű, úgysem leszünk annyira okosak így önállóan, hogy saját magunk találjunk ki új dolgokat. Meg egyébként nem árt, ha már együttműködésről beszélünk, vagy nagyjából hasonló keretek között, nagyjából hasonló rendszerben működő, nagyjából hasonló jogrendben működő szervezetekkel kell együttműködni nemzetközi szinten. Legyen kidolgozva egy olyan frissítés és ellenőrzési eljárás, melynek segítségével a szabályozás mindig a valós kockázatokra adhat választ, kockázatelemzési keretrendszer. Legyen felső szintű kormányzati és középszintű szervezeti koordinációs csoport, információ megosztás. Legyenek beazonosítva a kritikus szolgáltatások és infrastruktúrák. Na, ez máshol még nem volt, holott elengedhetetlenül fontos. Ha valamilyen infrastruktúra leáll, az milyen kárt fog okozni? Megfordítva, mi az az infrastruktúra, ami hogyha leáll, akkor kész, az ország nem fog tovább működni? Ez egy nagyon nem triviális feladat. Nagyon-nagyon nem triviális feladat, éppen ezért van az, hogy bár Magyarországon a kritikus infrastruktúrák létfontosságú rendszerelemek, és ezen belül a létfontosságú elektronikus rendszerelemek, vagy informatikai rendszerelemek meghatározása a jogszabályban leírt feladat, azért ennek a feladatnak a végrehajtása eléggé összegősen halad. Miért? Azért, mert iszonyatos összetettségek vannak. Egy iszonyatos egymás tartások vannak. Ha egy rendszer leáll, akkor egyáltalán nem biztos, hogy most ebben a pillanatban meg tudom mondani, hogy az milyen dominó hatást fog majd kiváltani a későbbképpen. Nyilván tudom azt mondani, hogy ha az NTG nemzeti átközlési kérincszállózat leáll, akkor a magyar közigazgatás így megszűnik működni. Ez biztos. De hogyha mondjuk egy szakrendszer leáll, mondjuk a Kekkelhárman, akkor az olyan milyen hatással, milyen dominó hatást fog majd kiváltani? És akkor már elektronikus információs rendszer szintről beszélünk, amiből hát azért van Magyarországon is néhány ezer. Vagy éppen a robozsaró probléma rendőröknél. Ha az nincs, hirtelen sokkal, sokkal jobban fog minden működni. Rendben. Meg kell teremteni a kibertudatosságot, elsősorban a jogszabályalkotóknak a szintjén. Kibertudatosság, jogszabályalkotók szintjén azt jelenti, hogy legyen felismerve a politikában az, a biztonság, a kiberbiztonság igenis alapvető biztonsági terület ma. Annak ellenére, hogy a magyar nemzeti biztonsági stratégiában is le van írva, hogy a kibertér egy olyan terület, amivel foglalkozni kell, mint ahogy máshol is le van írva, a politikusok, a politika, nem csak itt, máshol sem, feltétlenül ismerik föl ennek a fontosságát. Biztosítani kell az információk formális és információs áramlását a szereplők között. Érdekes distinkció ugye a formális és az informális között. Ugye nagyon, amikor valamit kiadványozva küldök el levélben postán, vagy amit a férfi piszkolában fogok elmesélni utolva. Ki kell dolgozni a közös fogalmi rendszert. Ha egy amerikai és egy kínai diplomata, politikus, vezető beszélget egymással a kibervédelmi területről, nem lesz meg közös hang. A két kultúra és a két nyelv között akkora eltérés van ezen a területen, akkora filozófiabeli különbség van, konkrétan hallottam ezt a példát, hogy a kínai tolmács nem tudta lefordítani azt, amit az amerikai mondott. Nem azért, mert nem volt meg a szavak értelme, hanem azért, mert nem volt kínai megfelelő arra az egyébként nagyon fontos kifejezésre. Teljesen más a filozófia. Hogyha egy kicsit belemásznak a kínai kiberbiztonsággal kapcsolatos anyagokba, akkor ezt fogják kiemelni. Ez az első terület, hogy mekkora különbség van az emberek gondolkodásában és filozófiájában. Itt Európában azért kisebb a különbség, de mégiscsak meg kell teremtenünk ugye azt a közös fogalmi rendszert, amin belül tudunk haladni. Mondjuk egy nagyon egyszerű kérdés van, mi az incidens? Mit tekintünk incidensnek? Nem triviális a kérdés. Sőt, mit tekintünk kiberbiztonságnak? Mit tekintünk kiberteknek? Csak kibertérre van különböző, 15 különböző megfogalmazási definíció. Tehát nagyon fontos, hogy legyen egy alapértelmezett közös fogalmi rendszer. Olyan jogszabályi rendszer kell létrehozni, mert az alapelveket magas szint, az operatív munkához szükséges szabályokat rugalmasan változtatható, alacsony szintű rendeletekben szabályozza. Törvény, rendeletek, ajánlások, rendszer.
A kulcsfontosságú szervezeteknek rugalmasnak kell lenniük az operatív munkában. Rugalmasság. Itt ugye kormányzati szervekről, bürokratikus szervezetekről beszélünk. A kiberbiztonság az pont nem az a terület, ahol ráérünk. Tehát itt nagyon gyorsan kell döntéseket hozni, nagyon gyorsan és operatívan kell működni, adott esetben megfelelő szervezeti rugalmasságban. Ez pont nem sajátja mondjuk a belbiztonsági szervezeteknek, éppen ezért egy furcsa feladatot ró rájuk az, hogy ezt a fajta rugalmasságot megtanuljuk. Ne legyenek lyukak a jogszabályi rendszerben. Ha lyukak vannak a jogszabályi rendszerben, akkor ezt mind a jogalkalmazók, mint pedig a jog alkalmazását kikerülni szándékozók meg fogják találni. Ha például nincsen egyfajta szankcionálási lehetőség mondjuk a kötelező védelmi, alapvető védelmi szint be nem tartásáért, akkor mi viszi rá a szervezeteket arra, hogy betartsák az alapvető védelmi szabályokat? Semmi. A kötelező jogkövetés, de ez nem feltétlenül mindig elégséges. Ne legyenek elavult szabályozások. A technológia nagyon gyorsan változik. Jön a Smart City, jönnek az intelligens városok. Az intelligens városok alapvetően informatizálásra épülnek. Az IoT-ra, az Internet of Things-re, a mindenhol jelenlő internetes dolgokra épülnek. Vajon például a nem is olyan nagyon régi 2013-as magyar jogszabályalkotás, a jogszabály tud reagálni ezekre a kérdésekre? Nyilvánvalóan nem. Nyilvánvalóan nagyon jó keretet ad, nyilvánvalóan rá lehet húzni nagyon sok mindent, de például a Smart City IoT kérdés nem biztos, hogy bele tudnám erőszakolni abban a jogrendben. Úgyhogy aktualizálni kell, frissíteni kell a szabályozásokat. Nem szabad abból kiindulni, hogy mint hogyha még mindig önálló számítógépeken működnek és popülemezen hordozódnak a tartalmukat. Az operatív műveletek esetén a szervezetek között rugalmas együttműködést kell kialakítani, vagy világnyelven megfogalmazva azt jelenti, hogy együttműködést kell kialakítani. Tehát meg kell, hogy legyen is, hogy a kiberkoordinátornak ezért van egy roppant fontos szerepe a kibervédelmi rendszerében. Tisztázni kell az információ átadás és az adatvédelem közötti egyensúlyt, hoppá, megint előkerült ez a téma. Küzdeni kell a digitális írás tudatlanság ellen. Miért? Azért, mert azok a bizonyos botnetek, amik 100 millió számra tenyésznek a világban, a botnetből mondjuk nincs annyi, de a botnethez tartozó számítógépekből igen, azok olyan számítógépeken leledzenek, amiknek a felhasználói hát legalábbis nem értették meg, hogy bizonyos esetekben a Facebookos linkeknél nem feltétlenül kell oda kattintani, ahova kattintanak. És már is ott van a kártékonykód, és már is része a botnetnek, és már is része egy országbeli támadásnak. Nemzetközi kötelezettségvállalásokat a helyükön kell kezelni. Attól, hogy megvan ígérve, hogy kiberkrízis esetén idejön majd a svéd küldöttség és hozzák a mérnököket, az nem azt jelenti, hogy ide fog jönni a svéd küldöttség és megkezelni fogja a dolgokat, mert bár lehet, hogy fölveszik a svéd küldöttséget és le fognak szállni a repülőtéren, de valószínűleg így néznek majd körbe, hogy és most mit csináljuk. A nemzetközi kötelezettségvállalás az alatt annyira kell számítani, hogy meg fogják öregetni a vállunkat, támogatásukról biztosítanak, és adott esetben, ha valami konkrétat kérjük, akkor elgondolkodnak azon, hogy valami konkrétat segítsenek. De nem lesz olyan, hogy Jézuson megtámadtak, jön a NATO és védjen meg. Ez már 56-as jött be. Az alapvető információbiztonsági követelmények megvalósítását meg kell követelni, ugye, szankcionálási jog szervezeteknél. Törekedni kell a nemzetközi interoperabilitásra, együttműködésre, nem csak műszaki értelemben, hanem információ megosztási értelemben, szakpolitikák tekintetében is, és tanulni kell más országok tapasztalatából. Ez az egész terület, kibervédelem, ez nagyon új. Itt igazából nem nagyon vannak tapasztalások. Egyre több van, sajnos, de mégis ki tudja, hogy mi fog történni. Tehát még mondjuk atombombákat robbantottunk, és kipróbáltuk élesben, sőt voltak kísérletek is elég sokáig, és láttuk, hogy ez nem jó. Nem pontosan tudjuk azt, hogy milyen hatással lenne egy tényleg pusztító kibertámadásnak, és hát lemerem fogadni, hogy egy párszor már el kellett egy-két kínai kezetesegetni a billentyűzetről, mielőtt valami véletlen módon valami nagyon pusztító dolgot hajtott volna végre, és utána mondtam. Nem tudjuk, hogy mi történik, de mindenképpen tapasztalni, mindenképpen foglalkozni kell vele, és mindenképpen tapasztalni egy-két ezeken a dolgokon. Szerepkörök és feladat. Hogyha végignézzük,
egymás után következő feladatokat, akkor azt láthatjuk, ugye, hogy nem csak műszaki feladatról van szó. A feladatköröket nagyjából eszerint a vertikális és horizontális feladat alapján lehet áttekinteni. Proaktivitás, megelőzés, felkészülés, válaszadás, visszaállítás, utógondozás és követés. Tipikusan ugye egy kiber szituációban ezek a feladatok állnak előttünk. Proaktivitás, előzzük meg a bajt, amennyire lehet. Nyilván a baj az viszonylag ritkán jön, a megelőzés az egy hosszú és drága dolog. A biztonsággal az a probléma, ugye, hogyha a biztonság megléte nem látszódik, csak a biztonság hiánya szokott látszódni, de az is viszonylag ritkán, de akkor fáj. Megelőzés, ugye a védelmi rendszerek kiépítése, felkészülés, készüljünk a rosszra. Válaszadás no fightback, tehát nem erre a válaszadásra gondolok, hanem hogyha jön valami incidens, akkor annak a kezelése. Visszaállítás, a támadás hatásainak csökkentése, majd ugye a normális menetben való visszaállás. Utógondozás, követés, a tapasztalatok levonása. Szervezetrendszer, illetve ugye a feladatkörök megosztása szerint ugye van az internet irányítás, az internet governance, illetve a kiberdiplomáció terület, a nemzetközi együttműködés, nagyon magas szintű. A kríziskezelés, a kritikus infrastruktúrák védelme, a műszaki jellegű feladatkör. Katonai kiberműveletek, ami teljesen el kell, hogy különüljön ugye a civil kibervédelemtől. Kérszázás elhárítás, a felkészülési rész, és a kiberbűnözés, ami megint csak egy különböző terület. Ennek megfelelően látszik, hogy nagyon sok szervezetnek van valamiféle feladat a kibervédelemben. Az internet irányítás, kiberdiplomácia tipikusan ugye egy politikai, diplomáciai feladatkör, tehát ennek megfelelően kell elhelyezni. A Nemzeti Kibervédelmi Koordinátor és a Nemzetközi Internetfényítő Koordinátor kezelésében tipikus külügyi feladatok. A nemzetközi informatikai és távközlési szervezetekben ITU, ICAN, IAB, IETF fölül részvétel és ugye egyfajta kormányzati feladat általában delegált útján képviseli az országot valaki. Nagyon fontos egyébként ezekben a delegációkban tényleg legyen az adott országból képviselő. Itt vannak ugye a fontos döntések, amik utána nem tűnnek túlságosan fontos, de mégiscsak a kihatásuk. Kríziskezelésben, kritikus infrastruktúra védelem, mint a Nemzeti Vészhelyzet Kezelési Szervezet, katasztrófa védelem szerepe jön elő, a Nemzeti CERT szervezetnek, információ megosztó és elemző szervezetek szerepe, akik tipikusan titkosszolgálati szereplők szoktak lenni, ugye ők mind-mind fontos szereplők ebben a területben. Katonai kiberműveletek, katonai kiberművelet szervei, védelmi csapás mérő válaszadó. Ugye no fightback, tehát olyan, hogy csapásmérés olyan nincs hivatalosan, de lassan kezd oldódni ez a terület és ez a diskurzus is elkezdődik, hogy talán mégiscsak nem ártana, hogyha lenne valamiféle csapásmérési lehetőség. A védelem és a válaszadás viszont mindenképpen ott kell legyen a gondolatokban. Katonai hírszerző szervezet, ugye egy katonai műveletben, kint Afganisztánban, Irakban, most éppen Szíriában, ugye a katonai hírszerzésnek nem csak az a feladata, hogy mondjuk ugye a fülesek útján megjósul, hogy éppen merre fog menni egy menet, hanem például közösségi média monitorozása adott esetben, hát ha onnan lehet majd valamit prediktálni a következő lépésekre. Katonai kibertartalékosok egy nagyon érdekes terület. A tartalékos rendszer mindenhol van, ugye tipikusan a katonák, de más kormányzati szervezet is igaz, nagyon csegül vannak ellátva szakértőkkel, hiszen ugye a közigazgatásban katonai területen messze nem fizetnek annyit, mint a civil életben. Krízis helyzetben mégis a szükség lehet sok szakértőre. Tehát nem árt, hogyha van valami tartalékos rendszer, olyan szakértőknek a rendszer, akiket egy krízis helyzetben be lehet vonni az elhárításba. Ugye Észtországban például van erre egy elég jó példa. És hát Magyarországon is küzdünk már egy pár éve, hogy legyen meg nagyjából annak a kerete, hogy tartalékosként a információbiztonsági szakértők valahogy a katonai rendszerben be tudnak kerülni. De hát ilyen apróságok, mint például a rövidlátás, illetve a korábbi kábítószer fogyasztás jelentősen csökkenti annak a valószínűségét, hogy valaki önkéntesként tudja szolgálni a hazáját a számítógép mögül. Nemzeti hírszerzés elhárítás, Nemzeti Hírszerzés Biztonsági Szervezet, a titkosszolgálat, a műszaki és a hagyományos értelemben a titkosszolgálat,
akinek az a feladata, hogy információval lássa el a kibervédelem rendszerét minden egyes esetben. Elhárítás, egy részfeladat, ugye, akinek az a feladata, hogy a dolgok meg ne sem történjenek, klasszikus. Kiberbűnöldözés, ugye a rendvédelmi terület, itt ugye a jogszabályalkotók, a kormányzati információbiztonsági felelős, hogyha van ilyen jönelő, az ISP-k, az internet szolgáltatók szerepe, általában a tudatossági oktatás, és utána jönnek ugye a rendőrségnek a kiberosztályai, ugye a Nemzeti Nyomozóirodán állunk, és a digitális helyszínelők, tehát akik képesek nyomok rögzítésére, és ez olyan szintű nyomrögzítésre, ami később egy bírósági eljárásban megállhat. És a végén pedig a bíróságok és jogszabály alkotók, akik az ítéleteket meghozzák, illetve ezekből tanulva a jogszabályt rendezik. Hogy néz ki Magyarországon ez a terület? Ugye ma Magyarországon a kibervédelem szinte teljes egészen belügyminisztérium alá van rendelve. Ezen belül is a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat, az NBS az, akihez praktikusan a feladatok nagy része kerül. Magyarországon a Nemzeti Kibervédelmi Intézet felelős azért a Nemzetbiztonsági Szakszolgálaton belül, hogy Magyarország operatív kibervédelmét végrehajtsák. A Nemzeti Kibervédelmi Intézet a következő feladatokat látja el. Náluk van a GovCert, tehát a kormányzati CERT, tehát a visszakivédelem. Náluk van NEIH, a Nemzeti Elektronikus Információbiztonsági Hatóság, aki ugye szabályozóként, illetve auditorszervként, felügyelőszervként a közigazgatási intézmények biztonságát ellenőrzi. Illetve ők felelősek az újonnan létrejövő kormányzati vagy közigazgatási informatikai rendszerek biztonsági, folyamatos biztonsági vizsgálatára. Emellett, ugye mint CERT, meg mint erre kijelölszer, ők az elsődleges résztvevői a nemzetközi kapcsolatoknak. OKF, az Országos Katasztrófavédelmi Felügyelet, ők felelősek a kritikus információs infrastruktúrák védelméért, vagy legalábbis ezek kikényszerítéséért, illetve náluk van ez a szép LLIBEC, ez a létfontosságú rendszerelemek informatikai biztonsági ellenőrzési központja, hogyha jól emlékszem, de ez egy bonyolult feloldás. Szóval az LLIBEC gyakorlatilag az a CERT, aki a közigazgatáson kívüli létfontosságú rendszerelemek védelméért felelős. Rendőrség, náluk van ugye a kiberbűnöldözés, ez is több osztatú, ugye a Nemzeti Nyomozóirodán belül a csúcstechnológiás bűnözés elleni alosztályunknak most változott meg a neve, és még nem jegyeztem meg pontosan, hogy mi lett az új neve. Ők azok, akik gyakorlatilag a nemzetközi, elsőlegesen a nemzetközi együttműködésben, tehát az országokon túlnyúló bűncselekmények kinyomozásában, illetve a mély technológiai tudást igénylő esetekben nyomoznak, de gyakorlatilag a rendőrség teljes szervezete találkozhat valamilyen szinten informatikával, vagy informatikai bűncselekménnyel. Gondoljunk csak arra, hogyha mondjuk a bankkártyákról lelopnak egy díszesebb összeget valami internetes csalás útján, akkor ha bejelentést kell tenni, akkor feltétlenül a kerületi vagy a városi kapitányság ügyeletes tisztjének kell majd a feljelentést megtennünk. Mint ahogy ide tartozik, ugye a bűn megelőzés is, tehát a gyermekek védelme adott esetben, ezzel ugye kezelése az iskolai súlyrendőrprogramon keresztül tájékoztatás szintén egyfajta rendőrségi feladat. Nem feladat, de legalábbis hozzá náluk rendőrt, és csinálják ezt a feladatot. És úgy általában a BM, a belügyminisztérium, az átszélú hálózatoknál alapvetően ő is egyfajta szabályozóhatóság, mint BM, illetve ugye a közszolgálati egyetemek keresztül az oktatás, tudatásfejlesztés is gyakorlatilag mindenügyi feladat jelenik meg. Hogyan felelünk meg jelen pillanatban az ajánlásoknak? Ha végignézzük a titkosszolgálatok, OKF, rendőrség egyéb területen, feladatok, jogszabályalkotás, alapvetően az információbiztonsági törvény 2015-ös felülvizsgálata, ez gyakorlatilag kizárólag belügyi körökön, tehát BMS körökön belül történt meg, ellátják. Részvétel a Nemzeti Kiberbiztonsági Tanács munkájában. A Nemzeti Kiberbiztonsági Tanácsért a miniszterelnöki hivatal felelős, tehát egy magas politikai képviselet van,
de gyakorlatilag ott is azért elsősorban BMS túlsúly nyilvánul meg. Nemzetközi együttműködés, gyakorlatilag mindenki részt vesz a nemzetközi együttműködésben különböző szinteket. Közös magánegyüttműködés a kiberbiztonság területén, itt ugye az OKF-nek elemi feladatos kötelessége, hiszen ők ugye civil magáncégekkel állnak kapcsolatban, de azt tudom mondani, hogy az NKI tavaly októberi indítása óta még ott a titkosszolgálati vonalon is kezd már valami kiépülni. Tehát az NKI ilyen féltitkosszolgálat, de félig nem együttműködés, együtt kell működnie másokkal, úgyhogy azért ott is valami már elindult. Nemzeti kockázati szempontrendszer meghatározása, kritikus szolgáltatások és infrastruktúrák beazonosítása, ez ugye mind az NKI-nak, mind pedig az OKF-nek alapvető feladata, de ez még inkább a jövőbe tekintő feladat, mint említettem, azért ez egy messze nem triviális feladat, egyáltalán nem egyszerű ezt elvégezni. Nemzeti CERT működtetése, egyértelműen GovCERT ugye ott van az NKI-n belül. Incidens jelentési eljárások kidolgozása, a GovCERT-nek nagyon régóta van egy bevált incidens jelentési eljárása, illetve ez nemzetközi szinten is a CERT-ek között legalább egy viszonylag szabványos megoldással működik. Kibervédelmi gyakorlatok szervezése. Ezt a CERT korábban csinálta. Az utóbbi időben én nem emlékszem arra, hogy lett volna szervezett kiberbiztonsági gyakorlat. Az IBT-ben az információbiztonsági törvény viszont ezt előírja, úgyhogy bízunk benne, hogy nem sokára azért lesz ilyen gyakorlat. Humán képességek, fejlesztések, kutatás, fejlesztés, támogatása. Itt van ugye nálunk. Próbálunk ezzel élni, hogyha minden jó megy, akkor pályázati pénzekből egy viszonylag komoly kiberkapacitást tud itt felépülni az egyetemben a következő években. Kiberbűnözés visszaszorítása azzal, hogy a Nemzeti Nyomozóirodán belül a specializált osztály létszáma tudott bővülni, és valószínűleg tovább is fog bővülni. Ezzel azt gondolom, hogy sokat teszünk meg a kiberbűnözés visszaszorításáért, a hangsúlyozom újra, ez bár egy növekvő fenyegetés, de közel sem akkora probléma, mint egyes nyugati országokban. Biztonság és az adatvédelem közötti összhang. Hát miután titkosszolgálati vonalon mozgunk, ez egy érdekes kihívás. És kulturális kérdéseket is fölvet, és európai kérdéseket is fölvet. De tekintettel arra, hogy Magyarországon az adatvédelmi szabályozás és az adatvédelmi hatóság is egy viszonylag jelentős és fajsúlyos szereplő ezen a területen, azt gondolom, hogy ezzel is foglalkozva van ezzel a csúnya magyarságban megfogalmazott mondattal. És végül információállás segítése is igazából ez a nagy kérdés, hogy vajon, ha már egy minisztérium alá tartoznak ezek a feladatkörök, mennyire tud működni mondjuk a minisztériumon belül információáramlás, hát ez igazából ez a jövő titka, és bízunk abban, hogy minél jobban fog ez az információáramlás megtörténni. Magyarországon tehát az ajánlásoknak megfelelően alakul a kibervédelemnek a rendszere. Azt gondolom, hogy nemzetközi összehasonlításban jól állunk, tehát mondjuk a Cyber 9-12-es forgatókönyvben meghatározott esetben, hogyha egy szomszédos országot érne kibertámadás, itt mindenképpen lennének partnerek és lennének értő fülek, akikhez lehetne fordulni, és akik a nemzetközi együttműködésben maximálisan tudnának információt megosztani egymás között. Nyilván ez folyamatosan fejlődik, szerintem tanulunk más országok gyakorlatából. Az információbiztonsági törvény nagyon jó keret, most már 3 éves történettel látszottak a gyenge pontjai, a 2015-ös módosításokat javított, de nyilvánvalóan ennek is formálódnia kell, reméljük, hogy ez jó fog menni. Az operatív feladatok többsége a BM alárendeltségében van, ez újra mondom, én azt gondolom, hogy jó lehet, hatékony lehet. Vannak, akik úgy gondolják, hogy ez nem feltétlenül jó. Az élet fogja eldönteni mindezt, hogy mennyire jó, hogy ennyire szentrezelt a kibervédelem. Egyáltalán nem tipikus, ezt hozzához. Kiberbűnözés és kiberterrorizmus elleni területen érezhető némi lemaradás. Mondjuk kiberterrorizmussal kapcsolatban azt mondták egy konferencián nemrég, hogy a kiberterrorista az olyan, mint az unikorn is. Állítólag mondani, senki nem látta. Majd megneveztek egyet, akit azóta egy drónmár fülött, egy ugye az iszlám államhoz tartozó brit úriember. Nem jellemző, hogy kiberterroristák lennének, nem tudunk róla, de a veszély
hogy a lehetőség fönnáll, a veszélyt még nem mondanám, a lehetősége fönnáll. Kiberbűnözés viszont jön föl, tehát erre mindenképpen oda kell figyelni. Kulcsfontosságú lesz a szervezetek közötti koordináció, miniszteri szintű megszervezése. Hát ez tulajdonképpen az NKI egyik fontos feladata. Ennyi volt már az előadás. Köszönöm szépen a figyelmet.